Néztem két interjút a Partizánon. Egy Dobrev Klárát, meg egy Donát Annát. Vallom, jókat rögtem a kommenteken, mert ilyeneket írtak. Nehéz lenne eldönteni, melyik politikus mutatta magát alkalmatlanabbnak ezekben az interjúkban. Meg hogy? Hát, sírhatnékomban. Klára nem fogja fel, hogy a családja csak egy teher. De a legjobb, like, ha te is kiszúrtad, hogy Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc parókában. Ajaj. Azt tűn még fel, hogy Donát Anna gyakorlatilag egy mini Dobrev Klára. Kettőjüknek gyakorlatilag ugyanaz a 10 szó alkotja a szókincsét. Orbán Viktor, meg demokrácia, meg a nap végén. Nap végén. A nap végén. Nap végén. Nap végén. A nap végén. Nap végén. A nap végén. Nap végén. A nap végén. Nap végén. Nap végén. Nap végén. Nap végén. Nap végén. A nap végén. Nap végén. Nap végén. A nap végén. A nap végén. Csak tudnám, hogy mi lesz a nap végén, meg melyik nap végén. Szerinted? Írd meg kommentben.